Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Gyöngyösi Ferenc alpolgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a tévénézőket! Tegnap Erzsébetről behozták a Kossuth térre a város karácsonyfáját, közben építik a faházakat, minden előkészület arra mutat, hogy hamarosan kezdődik a karácsonyi vásár, az adventi vásár. Milyen lesz idén? Az előző évekhez hasonlóan ugyanúgy a Kossuth téren adunk helyet ennek a rendezvénynek. Tavaly ugye volt óriás kerekünk, ezt most egy Dodge Jam-re váltjuk le. Ezen kívül lesz körhinta is, amit városkártyával minden nap egyszer igénybe lehet venni. 12 kézműves kitelepülés lesz, és 10 vendéglátós kitelepülés a rendezvényen. Ugyanúgy adventi gyertyagyújtásokkal és azokat színesítve programokkal fogjuk megrendezni a karácsonyi vásárt. A negyedik advent vasárnap az 24-én Szenteste lenne, ott 23-án szombaton lesz a negyedik gyertyagyújtásunk. Oda viszont Santus Barbaráékkal egy nevesebb fellépőt is hívunk, de rendhagyó módon ugyanúgy helyi intézmények, iskolák adnak majd műsorokat az adventi vásárban. Idén a korábbi évekhez hasonlóan, ugye tavaly előtt nem nagyon volt, de korábban volt jégpálya felállítva, ezt szeretnénk idén felállítani, a téli szünetre fogjuk felállítani, ez viszont a Hősök terén lesz a jégpálya. És ez valódi jégpálya lesz, nem úgy, mint a műanyag borítású. Így van, igazi jéggel és sátrat fogunk fölé húzni, hogy az időjárás viszontagságának ne legyen annyira kitéve, és szélesebb körben tudjuk így használni. Lesz egy újítás is. Én amikor megkaptam feladatként azt, hogy városi programokat szervezzek, próbáltam innovatívan gondolkozni, és ugye az első volt a térmozi, aztán lett a kultúrtér rendezvénysorozat, az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat, ami 10 napos lesz, az is 10 napos volt, az is egy kicsit más volt. Hát térre is van egy meglepetés, hóágyút fogunk bevetni. Ugye, hát felénk nem nagyon van már hó. Nagy ritkán esik, de az egy-két napon belül el is olvad, hanem azonnal. És szeretnénk hóágyúval majd a Somogyi Domnál is, illetve különböző programoknál más helyszínen is hóval borítani a tájat. Szeretnénk olyan családi napot rendezni a tél folyamán, amikor családok kvázi sorversenyt tudnak, akár szánkóhúzás, egyéb programok, hószoborépítő versenyt szeretnénk. A Somogyi Dombon a szánkózás lehetőségét szeretnénk biztosítani a gyermekek számára. Úgyhogy ez lesz egy kicsit innovatívabb, mint a korábbi években. Milyen időjárási feltétel szükséges ahhoz, hogy a mesterséges hó előállítása megtörténhessen? A 0 fok körüli hőmérséklet az már teljesen jó. Mínusz 1-2 fok az a legideálisabb, de 0 fokkal is lehet már, hogyha olyan a páratartalom havat készíteni. Akkor fehér karácsony lehet legalábbis a Somogyi Domnál. Ennek sem lesz most akadálya, igen, hogy fehér karácsonyt hozzunk el. Gyermekkarácsony visszatérő rendezvénye a városnak. Kik lesznek a vendégei ennek a speciális rendezvénynek? Minden évben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekeit látja vendégül a város a Fekete Sas báltermében. December 6-án lesz idén a gyermekkarácsony. Ilyenkor egy kis műsorral szoktunk készülni, a Mikulás is meg szokott jelenni a rendezvényen, tehát ez annyira nívós rendezvény, hogy még a Mikulás is eljön, és hát minden családnak, minden gyermek után 12 000 forintos édenrend utalványt adunk, ugye tavaly Mülleres utalványt adtunk, most azt néztük, hogy olyan utalványt szeretnénk adni, ami élelmiszerre is fordítható, ugye tavaly az volt a cél, hogy a gyermekeknek ebből játékot vegyenek, és olyan cégeket kerestünk meg, ahol játékot is forgalmaznak. Tehát őket hívtuk, hogy pályázzanak. Most idén már úgy voltunk vele, hogy valószínűleg az élelmiszer is egy nehezebb beszerzési anyag. Hát ilyen inflációs év után megérthető. Ilyen kevesebb pénzük van az embereknek is. Így akkor édenred utalvánnyal
egy Tesco-ba, egy Interspárba, ahol egyébként játékot is lehet kapni, és boldogulnak majd a rászorulók. A hőmérsékletről, az időjárásról már a hóágyú miatt esett szó, de hát beköszöntöttek a fagyos reggelek, és ilyenkor a tűzifa ügye kérdése is szóba kerül. A város által biztosított tűzifára lehet-e még jelentkezni? Van-e még tűzifa, amit szét tudnak osztani? Igen, jelen pillanatban is fogadjuk a tűzifa igényléseket, és már 250-en igényeltek tűzifát. A mai napon egyébként elkezdtük a tűzifa osztást. Most 3 héten keresztül ezt a 250 igénylést, ami bejött már, a következő 3 héten belül csütörtök-pénteki kiosztásban fogjuk levezényelni, tehát csütörtök-péntekenként osztjuk a tűzifát. Minden igénylő értesítést kap arról, hogy melyik napon tud jönni a tűzifáért, ha esetleg valami miatt az a nap nekik nem felel meg, előzetes jelzés alapján akár tudunk nézni egy másik időpontot is, de a csütörtök-péntekekre koncentráljuk ezeket az osztásokat. A jelentős károkat okozó augusztusi vihar bizonyos értelemben a tűzifa osztásnak viszont besegít, mert ennyivel több lett a fa. Ha jól tudom, akkor a kidőlt fák, letört ágak, azok ebbe a keretbe kerültek bele, a városi tűzifa keretbe. Igen, abból is osztunk ki, és hát nyilván korábban már ősszel, tavasszal rendeltünk tűzifát a Dalertől, nagyobb mennyiségben, és ezeket keverve, nyilván az már szárazabb fa, osztjuk ki a tűzifát. Azt azért tudni kell, hogy tavaly 202-3 igénylő volt összesen, most még tart az igénylés, és már 250 igénylőről tudunk, úgyhogy jelentősen megnőtt a tűzifa igénylés. Többen szorulnak rá. A város több területen is infrastruktúrális beruházásokat hajt végre. Már látjuk, hogy a Tótmalom utcán felfestették az útburkolati jeleket is. Tulajdonképpen az adminisztratív része van talán hátra annak. Igen, a beruházásnak? Ott műszaki átadás átvétel megkezdődött, gyakorlatilag a finomítások zajlanak már csak. Úgyhogy hamarosan igénybe. És még a kormányhivatal engedélye kell talán. Igen. Tehát lehet, hogy decemberben, de lehet, hogy csak januárban. Mi bízunk benne, hogy minél mehet hamarabb rá a forgalom. Igen, mi bízunk benne, hogy minél hamarabb igénybe vehetik a vásárhelyek az új utat. Új Kishomokon a Bordás utcával mi újság? A Bordás utcát már aszfaltozzák, információim szerint ez a héten el is készül, úgyhogy az is hamarosan járható lesz teljes mértékben. Gyalogosokra is gondol a város néhány területen. A nyugdíjas lakópark közelében járda épül. Igen, a Pető Ferenc utcán a tükröt készítik. Most már a szegélyezés megtörtént, most a tükör kialakítása van, és utána majd a kopóréteget is ráviszik. Van-e tervben újabb ilyen természetű munka? Igen, folyamatosan monitorozzuk azt, hogy hol szükséges járdafelújítás, illetve útfelújítás. Ugye idén jelentős összeget különítettünk el az útburkolat javításra, kátyúzásra, az gyakorlatilag még most is zajlik, és a tervünk az, hogy jövő évre is olyan keretet alakítsunk ki, ami egész évben lehetővé teszi a kátyúzást. Hogyha kialakul egy kátyú, akkor azt viszonylag gyorsan tudjuk orvosolni. Végezetül Márki-Zay Péter brüsszeli látogatáson vesz részt, és jelentős politikusokkal találkozik, egyeztet. Kimondott célja ennek, hogy olyan forrásokhoz jusson Hódmezővásárhely, de a többi magyar önkormányzat is, ami közvetlenül Brüsszelből érkezik. Milyen reményeket fűz ehhez a tárgyalássorozathoz? Én bízom benne, hogy meghallgattatik Márki-Zay Péter Brüsszelben. Nagyon szeretnénk, hogyha felszabadulnának források arra, hogy tudjunk tovább fejleszteni, és közvetlenül is kaphatnának önkormányzatok, nem csak mi, hanem más önkormányzatok is, és ne csak a kormány kegyeltsége
útján jussunk különböző forrásokhoz. Nem mi vagyunk a legtámogatottabb önkormányzat, ez már az utóbbi időszakban kiderült, és igen, hát polgármesternek sokszor vannak kritikus megfogalmazásai a magyar kormány irányába, de én azt szoktam mondani, hogy mi is befizetjük ugyanúgy az adót, tehát a mi településünk is fizet adót. Én erre nagyon egyszerű példát szoktam mondani, hogy ha mi egy társasházban lakunk, és nem vagyunk elégedettek a közös képviselővel, ennek hangot adunk, akkor sem teheti meg a közös képviselő, hogyha a lépcsőházat kifesteti, a mi ajtunk előtt kihagyja azt a részt. Ugye a rezsikompenzációból mi kimaradtunk egyedüliként, és nem is kapunk választ, hogy miért. Tehát mindent időben elvégeztünk, amit kértek ezzel kapcsolatosan, leadtunk minden dokumentációt, polgármester úr személyesen volt fönt tárgyalni ez ügyben a minisztériumban, és valahogy mégis kimaradtunk ebből a körből. Az uszoda is kimaradt. Az uszoda is kimaradt, igen. Hát a környékbeli uszodák mind kaptak. Tudomásom szerint Szentes, Makó és Szeged is, és be is zártak. És be is zártak egyébként. Mi úgy tudtunk nyitva maradni, hogy a környező úszodák sportolóinak kellett vízfelület, úgyhogy bevételünk származott abból, hogy nem fedezte nyilván, tehát még így is nehézségeket okozott, de nyitva tudtuk tartani. Fontos volt számunkra, hogy a Hódmezővásárhelyen viszonylag nagy a vízisport élet, két nagy úszóegyesület is van, eredményes úszóegyesület van, vízilabdasport is, és szerettük volna, hogyha továbbra is lehetőséget biztosítunk ezeknek a gyermekeknek és felnőtteknek, hogy a sportolás tovább is működhessen a részüknek. Meddig maradhat talpon pénzügyi, gazdasági értelemben egy önkormányzat, ha csak a szigorúan járó normatívákat kapja, és plusz forrásokhoz nem jut? Hát 2018 óta, amióta Márki-Zay Péter a polgármester, azért voltak törekvések arra, hogy esetleg hogy működésképtelenné váljon az önkormányzat. Nagyon sok pénzt kellett visszafizetnünk még annak idején, hogy ebből a BMS visszanemtérítő támogatásból, amit aztán végül vissza kellett téríteni, mert szabálytalanul használták fel 2011-14 között. Ez egy 1,5 milliárdos teher volt, vagy több mint 1,5 milliárdot meghaladó teher, illetve ugye múltból eredően nagyon sok, erről már sokat beszéltünk, nagyon sok pénzt kellett visszafizetni, de azt láttuk, hogy a racionális működtetéssel azért egy stabilitást tudtunk adni az önkormányzatnak, tehát a működésünk talán nincs veszélyben, nyilván további kormányzati források megvonása esetén, illetve rendkívüli helyzet esetén kerülhetünk annyira nehéz helyzetbe, de azt gondolom, hogy a működésünk az azért biztosított stabilan, tehát tudtunk olyan gazdasági döntéseket hozni, ami által sokkal hatékonyabban tudjuk működtetni a várost, mint elődeink, akik még több forráshoz jutottak annak idején. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nézőinknek a figyelmet köszönjük. Időben című műsorunkat látták. Viszontlátásra!